nemzedéke. Szeretettel köszöntök mindenkit. Ez alkalommal Laci, egy 21 éves fiú a vendégem. Ővele fogunk különböző dolgokról, kérdésekről beszélgetni. Üdvözöllek, Laci! Jó napot kívánok, Sándor bácsi! Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és nagyon szépen köszönöm. Laci, hogy érzed magad? Én nagyon jól érzem magamat itt. És hát mi az oka ennek, hogy te most ilyen nagyszerűen érzed magad? Jó barátaid vannak? Hát a baráti társaságom az annyira nem jó sajnos, de viszont az édesapámmal azzal nagyon jól kijövök, hála az égnek. Igen? Mondanál erről valamit? Hát úgy jól telnek a napjaink, meg a kedves hozzám az édesapám, meg tényleg, hogy nem dolgozok eltartott, hogy még találok munkáját. A szüleid elváltak? Igen, az édesapám és édesanyám egy éves koromban elváltak, ugye nem is voltak hálósok, csak külön váltak. Édesapám az egy éves korom óta nevel engemet egyedül. Igen. És anyukáddal azért találkozol? Nem tartom vele egyáltalán a kapcsolatot, egyszer találkoztam vele, de azóta nem is. Apukáddal szorosabb, bensőbb Igen, kapcsolatban? Igen, édesapámmal szorosabb kapcsolatban vagyok, nagyon jól kijövünk. Minden megbeszélünk. Minden megbeszélünk, igen, ráadásul megtanít rengeteg mindenre, hogy a könyvese szakmája próbálgat engem tanítgatni, hogy megtanuljak mindent, amit lehet. Hát ez egy nagyszerű szakma a mai világban, kőművesre szükség van. Hát ez biztos. Isten nem házat szeret? fel kell építeni. Isten nem szeretné kőműves lenni? Én inkább autószerelő vagy autófényezőnek szeretnék elmenni, mert érdekel engem ez az autóval kapcsolatos munkák ennek a szakmának van jövője, mert annyi sokféle autó van most már, hogy valamikor Magyarországon két-három autó volt a Trabant, ami elindult, volt a Wartburg, Moszkvics, és volt egy autó, úgy nevezték, hogy Zápor Jóska, vagy nem tudom. Zaporovec. Zaporovec. A... Zápor Jóskának hívtuk. Tehát ezek voltak az autók, nem volt nagy forgalom, lehetett parkolót találni, mostan pedig hát nagyon, nagyon sok az autó. Persze, most már Audi-tól, BMW-től, Volkswagen-től kezdve minden van. És neked melyik a kedvenc autód? Hát nekem a Volkswagen, meg a Lada. Még a Lada az a forgalomban van? Igen, az 1200-asok, meg az 1100 még forgalomban vannak. Igen. Meg ezek a Lada nívák, a 4 x esek Hát elég kényelmes autók voltak azok. Tehát ezeket szeretnéd szerelni, fényezni. Inkább minden. ezeket a régebbi típusú autókat szeretném felújítani és feltuningolni, én ezzel szeretnék foglalkozni. És eladni vagy? Igen, el, továbbadni rajta, venni egy újat, megint felújítani. És mi érdekel még téged így a, az autón kívül? nem tudom, hogy a motorszerelés. A motorszerelés. Próbáltad már ez? Nem fárasztó ez? Nem túlzott? fárasztó, motorokat azt otthon magamnak szereltem mindig, amikor volt motorom. Saját magam bütykölgettem, csiszoltam, fényeztem őket. Igen. És nagyon megfogott az így hobbi szinten, csináltam is rengeteget. És a motorkerékpárod Nincs, vagy az nem Most érde. jelenleg nincs túl lettem rajta, de volt rengeteg, már volt Simpsonom, Yamaha, mint robogóm, akkor MZM 125-ös például. Az látom, volt a kedvenc motorom. Látom, vágod nagyon ezeket a különböző gyártmányú motorokkal Igen. Tehát ezt szeretnéd csinálni. Igen. És hogy gondoltad, hogy majd jelentkezel, és majd mint tanuló, vagy még, még gondolkozol rajta, hogy belefogj ebbe a dologba? Én szeretnék róla iskolát végezni, hogy meglegyen róla a szakmám is, és otthon magamnak megcsinálni, meg nyitni valami műhelyt, ahol tudom őket szerelgetni. És vannak-e barátaid? Vannak barátaim, csak az a baj, hogy a legtöbb barátom az mindig belevitt engem a rosszba, és nagyon kevés olyan barátom van, akikkel jó kapcsolatban vagyok. beszélj nekem először a jó barátokról. a jó barátok voltak azok, akikkel átlagban elmentem mindig szórakozni, meg a rossz kedvem volt, mindent meg lehetett velük beszélni. És hát meg is maradt ez a kapcsolat? Hát, igen, meg is maradt többnyire. És hogy kerültél -e rossz társaságba? Rossz társaság, az így gyerekkori barátságból is van egy pár, meg középiskolába kerültem bele inkább a rosszabb társaságokba. És te sokat voltál egyedül? Igen, és nagyon sokat voltam egyedül, barátok nélkül, meg minden nélkül. Ugye főleg apám sem nevelt semmi, családi hangulat nem volt nálunk. Igen, tehát ő elment dolgozni, te pedig otthon voltál. Igen, maradtál. én otthon voltam is. Néztem a tévét például, vagy játszottam a számítógépen. És hogy volt ez, hogy egyedül étkeztél, vagy... Igen, egyedül étkeztem magamnak, csináltam otthon kaját is, minden. Édesapáddal volt ilyen közös beszélgetés, vagy együtt étkeztétek meg Persze, a, a többször is vagy? volt ilyen, hogy együtt étkeztünk, vagy például főzött valami finomat, és akkor leültünk, kajáltunk mellette, beszélgettünk. Tehát ő tudott főzni. Igen, ő nagyon jól is főz és finoman tehát ő vele egy nagyon jó kapcsolatod van akkor. Persze vele nagyon jó kapcsolatban vagyok a mai napig. Mit szólt ahhoz, hogy te rossz társaságba keveredtél? Nem, nem nagyon örült neki konkrétan, mert ugye belevittek a rosszba, és aztán jöttek sorba ezek a folyamatos ügyek, amik miatt jártam tárgyalásokra, meg minden hasonlóra, és el akart ugye tiltani a rossz társaságtól. És nem sikerült. Nem sikerült neki sajnos. Hogyhogy hogy nem sikerül? Hát, hogyha te ennyire szereted őt, meg ő is téged, hogy van az, hogy, hogy nem, nem tudhatni a szava? Nem tudom, hogy húzódtam a barátokhoz, inkább nem nagyon foglalkoztam a szavaival, és aztán azért. És mit jelentettek a barátok? Hát konkrétan a kikapcsolódás, mert unatkoztam otthon, mindig nem tudtam nagyon mit csinálni, csak a gép előtt ülni, és inkább kimentem, csavarogtam a barátokkal. És mit kaptál a barátoktól? Ezt hogy érti Sándor bácsi? Hát úgy értem, hogy hát ha rossz barátaid voltak, akkor a rossz barátoktól mit kaptál? A jó barátoktól Mit kaptál? Tehát gondolok arra, hogy segítettek, együtt éreztek. A jó barátok azok segítettek, ugye mindig kihúztak a rosszból, hogyha a rossz barátok belevittek. A rossz barátok azok rengeteg minden rosszat csináltak, amit nem kellett volna, és rendőrségi ügy engem is beleráncikáltak. Neked tehát a rossz barátoktól valami módon, ugye a, a, a droggal is kapcsolatod lett. Igen. Konkrétan legelsőnek 8. végén vitt bele az egyik barátom a kábítószerbe. 8. voltál. Tehát hány éves is voltál akkor? 14 éves voltam, ha minden igaz. 14 éves. Hát az elég korán van. És hogy, hogy kezdődött ez? Hát először sima füvet kezdtem elfogyasztani, ezt a marihuánát. Utána a középiskolába, hogy bejutottam, akkor kezdtem el inkább ezt a biofüvet fogyasztani. Igen. És hogy, hogy indult ez be, hogy, hogy először, hogy minden nap csináltad, vagy volt először ilyen kísérlet? Először még csak kísérletezgettem vele, néha-néha szívogattam a marihuánát, ugye utána utólag bele ebbe a rosszba, ebbe a spidekbe, kristályokba, bogyókba is, meg mindenbe, és akkor átértem ilyen napi rendszerességre. És kb. már több mint vagy hat éve napi rendszerességgel szívtam minden egyes napján 5-6 ezer forint értékben. 14 éves korba kezdted, és most 21 éves vagy. Kb. 6-7 éve vagyok fogyasztó, igen. Igen. Okozott neked nehéz napokat is, tehát rosszul létek, meg... Persze hasonló. többször volt olyan, hogy összeestem tőle, rosszul voltam tőle. Akkor a kerültem miatta. Az utcán is ért ilyen rosszul lét? Igen, többször is volt rosszul lét, hogy például az utcán sétáltam, és egyszer csak elfejrett a kép, vagy a buszon voltam, és ott volt ugyanez szint úgy És mit szólt ehhez édesapád? Hát nem örült neki, meg próbált leszoktatni róla, csak nem nagyon ment, mert ugye annyira rászoktam, és muszáj volt valamit kezdeni, jevelem. És hogy próbált leszoktatni téged? Mit tett egy apa, mit tud tenni azért, hogy a fiat? Hát próbálta itt tőlem a zsebpénzt megvonni, hogy ne tudjam megvenni, akkor folyamatosan mondogatta, hogy szokjak le róla, mert csak megbetegszek tőle, meg csak rosszabbul leszek tőle. mondta, hogy ha valamit akarok csinálni, akkor már inkább vigyak, mint hogy kábítószert fogyasszak, azt is néha-néha csak. Igen. Igen. Hát az, az, csak helyettesítette volna, ugyanazt csináltad volna. De azt se úgy mondta, hogy így rendszeresen, mint a, vagy a kábítószert fogyasztott, nem csak néha-néha. De amikor budizni vegyek a haverokkal, vagy valami ilyesmi, hogy akkor inkább ne szívjak, hanem alkoholt fogyasszak. És szinte lehetetlen úgy átállni. Hát elég nehéz. Már aki 6 éve ezt csinálja, annak ez nagyon nehéz. Persze nagyon bonyolult leszokni róla, meg nem is egy könnyű dolog, mert olyan szinten függőséget okoz ez a kábítószer, főleg ez a biofű, amit én fogyasztottam, hogy egyszerűen lehetetlen róla szinte leszokni. Ezt te magad állítottad elő, vagy úgy vetted? Állítottam is elő otthon magamnak, mert rendeltem internetről ilyen porokat hozzá, meg mindent, és akkor úgy előállítottam otthon magamnak, vettem is máshonnan is, úgy szívtam. És hallottál -e arról, hogy, hogy a régi hagyományos drogok kezdenek visszatérni, ilyen, mint a heroin, meg, meg amfetamin, meg egyéb? Persze, hallottam róla, és sokan mondják is, hogy sokkal értelmesebb még mindig, mint ezek a biofűvek, amik mostanában jöttek be szintúgy. Az utóbbi négy-öt éve bejött be ez a biofű is például, ami elég káros a szervezetre, és nagyon csúnyán leépíti az embert. És milyen hátrányait származtak ebből? Például a munkájákról kirúgtak folyamatosan miatt, akkor a nőzésben is problémát jelentett, mert átlagban a nők nem nagyon szeretik, ha az ember kábítószerfogyasztó. És hogy az általános iskoládat be tudtad fejezni? Igen, az általános iskolát befejeztem, de például iskolát már nem tettem mást, mert két iskolát is elkezdtem, először egy Karoszír lak lakatos iskolát, a Csonka Jánost Mátyás Földön. Onnan kirúgtak már évvel egy év végén, még oda jártam, mert ugye ott is kábítószer problémám volt, meg mellette nem viselkedtem úgy, ahogy kellett volna. Mert kiszöktem az iskolából, hogy kábítószerhez jussak akkor utána elmentem egy vízgáz központi fűtésszerelőbe, az Arany Jánosba, a hetedik kerületben, a Nyár utcába. Ott például három hónapig jártam be, ugyanúgy kiszögdeltem közben kábítószerért, meg beszívogattam az iskolában, mentőt rám hívták, és aztán onnan is három hónapig jártam be, utána be se jártam, csak az iskola mellé jártam, és narkóztam. És hogy miért gyűjtünk a bajod a rendőrséggel? Hát volt rengeteg olyan ugyan, hogy például mit mondjak, hamis hát tanúzás volt dolgok. egy barátom miatt akkor, hogy megvédjem akkor. Igen. Narkóval elfogtak rengetegszer, és az miatt kerültem be, akkor jogosítvány nélküli vezetésem volt, ami miatt ültem is bent baracskán kilenc napot például elzáráson. És szeretsz így száguldozni? Igen nagyon el vagyok így a sebességgel, konkrétan ilyen sebességőrültnek mondható vagyok. Ez ugye jogosítvány nélkül az élet. Persze, jogosítvány nélkül ez egy kicsit komplikált dolog, de viszont meg lehetett oldani régen ülőn, mert nem volt ugye rendőrség, se csak mostanában van egy utóbbi egy és fél évben, és ott a helyi településen ott tudtam motorozgatni, meg kocsikázni. És a, a drogozás a, az alvásodat nem zavarta -e meg? De konkrétan az utóbbi időben, az utóbbi három-négy évben már nem tudtam csak úgy elaludni, ha előtte beszívtam ebből a biofűben, máskülönben csak forgulottam az ágyban, és izzadtam meg ilyenek, és nem tudtam elaludni egyáltalán. És amikor ilyen állapotba kimentél az utcára, akkor hát hogy viszonyultál az emberekhez? Hát én normálisan viszonyultam az emberekhez, csak azt láttam az emberek szemébe, hogy lenéznek többnyire, akkor nem úgy állnak hozzám, mint más emberhez, és ez nem esett olyan jól. Nyilván, hogy, hogy az emberekben mindenféle gondolat van, ha látják, hogy valaki droghatása alatt van. Persze, főleg, hogy azt látják az emberen, hogy csak csúszik, mászik össze-vissza, mert nem tud rendesen még menni, se úgy be van állva. És úgy a, a nagyvilágban mi érdekelt még az autószerelésen kívül? Én szeretek így kirándulásokra is járni például, rengeteget voltam az iskolával, a rám szakadékban egyedül voltam szőlőskertelen, rengeteget kirándulni, meg remete a ahol most is voltunk, ugye. Igen. Szeretsz-e olvasni? Olvasni azt konkrétan nem szeretek, nem is nagyon foglalkoztam. Mint ahogy a... ugye a mai fiatal. Igen, nem, mint a mai fiatalság például. Nem szeretsz olvasni. Filmeket azért nézem. Persze, minden... filmeket azt nagyon szeretem. Többnyire az ilyen autós, meg akciófilmeket, meg filmik, vígjátékokat nézem az akciófilmek, ezek a dírdur, rohana, sztár és a kalapja a fején. Marad. Azokkal is el vagyok, persze nézem azokat is. De azok annyira nem fognak meg, inkább ez a például a Halálos Iram című film, ami nagyon megfog, az is egy ilyen autós film. Igen. De Abba csak... is van lövöldözés, meg ilyenek, meg akciódus film, de viszont inkább az ilyen autóversenyzésről szól. És mi örömét lelheti az ember abban, hogy lövöldöznek? Hát én ezt nem nagyon tudom. A régi időben is, hogy a, a római birodalomban az szórakoztatta az embereket, hogy, hogy a vadállatok elé oda vetették az embereket, a halára ítélt embereket, vagy a, a gladiátorok, ugye küzdöttek, és hogy döntöttek, hogy életben marad, vagy nem, és hogy ez, 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 a halálra menő harc, ez szórakoztatta az embereket, a mások szenvedése, hogy ez... Igen, Rómában például a Kolosszomban, amikor párbajok voltak egymáson, és utána azt nézték a császárok. Ma pedig egy más formában történik ez, filmről, Persze filmek, akkor vannak ezek a rengeteg ilyen sók, meg ilyenek, amikben szerepelnek az emberek, és azt nézik inkább. Meg a hobbiukkal töltik el az idejüket. És milyen szórakoztató filmet szeretsz még? Hát ez ilyen humorfilmeket is szeretem. Például, példának mondom a nagy fiúkat, ami egy nagyon vicces film, mert a Dem is játszik. Tehát ezek tartoznak az érdeklődési körödbe. Hogy ilyen, hogy múzeum, Múzeumban is jártam másokat, Igen. például voltunk a terrorházába és az iskolával többet. Hát is hogy nagyon hatott rá a terrorháza. Hát egy kicsit ilyen félelmetes, amúgy, de elég érdekes dolgok vannak. Ott például, amikor a telefont felveszi az ember, és akkor Hitler megszólal benne, meg Lenin, meg ilyenek. Igen. Magyarul, természetesen. Igen, magyarul. Meg van egy pár, amint németül is megszólalna. Meg ott van kiállítva egyből az aurába egy német tank, vagy azt hiszem német az a tank. Az is nagyon egy látványosság volt ott. Még régi fegyverek vannak kiállítva. És mi volt még, ami érdekelt? Hát inkább a szórakozó hely, az ilyen diszkók, helye. kocsmázások, ilyesmi. Na beszéljünk akkor a szerelemről egy kicsit. Mi a véleményed róla? volt e már szerelmes? Hát szerelmes tartod? még nem gyakran voltam. Sok barátnőm volt már, de a szerelmet igazán még nem találtam meg. De viszont szeretném megtalálni, és tényleg jó dolognak is tartom, mert sok ember keresi ráadásul. Miért tartod jó dolognak? Mi a jó abban? Mert minden embernek kell úgy gondolom egy páram, hogy megtalálja a saját párját, és valakivel éljen, mert egyedül élni nem konkrétan egy jó dolog hogy az emberek csak szórakozni akarnak egymással, vagy együtt élni, és... Ez szerintem szórakozni is, és együtt élni is. De nem akarják magukat elkötelezni, ugye? De a mai fiatalság az már nem nagyon akarja magát elkötelezni, én is többnyire azt látom. De azért nem árt, hogyha az ember elkötelezi magát, és tényleg utódot is nem... hogy legyen valaki, aki örökli azt, ami ugye megteremtett magának, hogy valaki Én. tovább vigye. Gondoltál-e már arra, hogy, hogy, ha te ugye már hat éve drogozol, meg ezt így folytatnád tovább, hogy, hogy akkor hogy ez, ennek milyen következménye lenne? A... Szerintem nem olyan sokáig bírnám, mert maximum még egy nagyon sokat mondok, hogyha tíz évig bírtam volna olyan szinten, hogy fogyasztottam utána többnyire, lehet, hogy belehaltam volna a kábítószerezésbe. Mert rengetegen hallottam már, hogy belehaltak ebbe, és én azért is próbálok leszokni, hogy ne történjen ez meg. Hát fennáll a veszélye, ugye, hogy beteg gyerekek fognak származni. Igen, például az is, hogy aki kábító és úgy nem gyerekeznek betegen születhet, meg a gyerekeim például ezt szeretném, az is egy gondolat volt, ami miatt leszeretnék ugye szokni. sokszor előfordul az, hogy alkoholista anyák, meg apák úgy élnek, hogy a gyerekeiket elhanyagolják, eltaszítják maguktól, vagy túladnak rajtuk. Ez, ez ugye a felelőtlen élet. Persze, vagy például van is az életben, hogy neveli egy gyereket, és közben semmit nem tud megvenni a gyerekre, mert konkrétan elkölt itt, arra, vagy kábítószerre a pénzét, ez se egy jó dolog, én úgy gondolom. És te hogy képzeled el a gyógyulásodat? Hát én abban reménykedem, hogy ha most így hosszabb ideig meg vagyok honva a kábítószertől, és mellett a terápiát kapok, akkor majd egy idő után visszatudok a normális kerékvágásba, és helyre tudok jönni. És minek kell megváltozni? Hát először is magamba kell megváltoztatnom ezt az egész gondolatmenetet, hogy én kábítószerfogyasztó szeretnék lenni, vagy normális emberként szeretném elejönni az életemet. És hogy sikerülhet ez a dolog? Hát szerintem, amilyen függő voltam, ez csak segítséggel tud így működni, de viszont ahhoz nekem is tennem kell valamit, hogy ez sikerüljön. És te őszintén akarod, vagy mert elvárják tőled? Én őszintén szeretnék róla leszokni, de el is várják tőlem, hogy én leszokjak, mert a családban nem szeretnék, hogy én ilyen kábítószerfogyasztó legyek. Ugye apukád józan életet él? Hát ő él egy nagyon józan életet, de viszont nem is olyan folyamatos fogyasztó, mint ahogy én voltam de hát mégis felelősen törődik veled. Igen, felelősen nevelt egészen 21 éves koromig egy éves koromtól, amit nagyon szépen köszönök is neki, és ezért nagyon hálás is vagyok, hogy ő tényleg fölnevelt engemet, és akarattal nevelt meg minden, és jó módonra próbált nevelni. És hogy viszonyulsz az anyagi dolgokhoz, a pénzhez, hogy lehet leggyorsabban pénzhez jutni, meg Szerintem leggyorsabban csak munkával lehet pénzhez jutni, hogy nem nagyon, mert hogyha olyasmivel próbálkozik, az ember abból csak a rendőrségi ügy van. De viszont érdemes, ha az ember dolgozik, mert legalább meg tud élni a világban. Én mondjuk nem vagyok egy jó pénzbeosztó típus, de viszont előbb-utóbb ebbe is majd belejövök. Fontos, hogy az ember megtanulja a pénzt kezelni. Ma a napjainkban már... A gyerekeket is tanítják arra, hogy a, hogyan osszák be a pénzt, meg hát hogy lehet felelősen élni, ez, ez egy fontos dolog, hogy az ember ezeket is tudja, és nyilván, hogy megtanulja a pénzt kezelni, nem elég csak megkeresni vagy megszerezni, Persze nem elég csak megkeresni a pénzt, hanem arra vigyázni is kell, és valahogy be kell osztani, hogy az embernek kajára, számlákra, mindenre legyen pénze. És te mennyit költöttél drogra? Hát én napi rendszerességgel minimum az ilyen 5000 forintot elköltöttem kábítószerre. Hát és csak az hát fölött hát volt, amit. Hogyhogy, hát ezek hát a kis business dolgok azok 400 forintba kerülnek és én abból is többnyire elfogyasztottam, mint 1000 forintért. Ez a biofű is már 500 forintért, 1000 forintért gramját meg lehet kapni, én ahhoz képest ilyen 5-6 grammokat fogyasztottam ebből a napon, és nem volt olyan pillanatom, hogy józan lettem volna, vagy lejöttem róla, már egyből csináltam a következő cigit, és szívtam. Ez egy óriási nagy fordulat mellett, hogy te ezen változtatni akarsz. Hát igen, elég megrepő dolog, hogy az ember ilyen változtatni szeretne, de muszáj sajnos, hogy az életben meg tudja állni a helyemet. De hogy lehet a papát pumpoltad, vagy hogy jutottál 5000 forinthoz naponta? Átlagban vagy elmentem, és maszek munka, kisebb maszek munkákból, meg ilyenekből szedtem össze a pénzt, és utána még azt a pénzt is beforgattam, úgyhogy elmentem, vettem, és akkor eladtam utána kétszer annyiért, és utána az, abból vettem megint, és így beforgattam a pénzemet, hogy kábítószerhez tudjak jutni, és elegendőhöz. Erre összpontosult a figyelme, konkrétan igen, erre összpontosult a figyelmem, hogy valahogy megoldjam a napi kábítószerfogyasztásomat. És azon kívül még enni is kell. Hát ezt többnyire a szülők oldották meg, mert nem nagyon költöttem rá. Édesapám oldotta meg konkrétan a számlától kezdve mindent, a kaját mindent, és én semben nem szálltam bele. Még az is érdekelne, hogyha valaki ilyen nagy mennyiségű drogot használ naponta, hogy, hogy az éjségérzeted meg volt egyáltalán. Nem, ugye alkoholbetegeknél előfordul az, hogy nem esznek, hanem csak isznak. Hát volt, amikor nem ettem én sem sokáig, meg előfordult, hogy még nem is ittam rá, és éhen szomjan kábító szereztem, de többnyire azért próbáltam mindig enni, meg inni valamennyit, hogy azért éhen ne hagyjak meg szomjan. Magadra maradtál a droggal, vagy, vagy a haverok azért megmaradtak? Hát először még így a haverok megmaradtak, és a haverokkal szívtam, meg kábítószereztem, de utólag így a haverok ugye kezdtek kiszállni belőle, meg minden én meg benne maradtam, mert annyira rászoktam, és konkrétan egyedül szívtam otthon magamba, és nem csináltam semmit, ki sem mozdultam, csak annyira, hogy a reggel fölkeltem, és elmentem a kábítószert megvenni magamnak, elintéztem rá pénzt, meg mindent, és utána mentem haza, és csak szívtam. Hát ez egy nagyon nehéz, szomorú élet így, így élni, hogy hogy menekülni a, az élet elől, a valóság elől, és csak a, egy kábult állapotban lenni. És most nem hiányzik neked? Most nem hiányzik egyáltalán, hála az égnek, örülök neki is, hogy nem a, nagyon kötlen most azt, hogy hozzájussak. És itt az Emberbarát Alapítványnál, ahol történik a kezelésed, hogy gyógyszereket is kapsz? Elvileg kapnánk, de én nem kértem semmilyenféle leszoktató gyógyszert, én megpróbálok gyógyszerek és minden nélkül leszokni, csak a terápiával. És milyen terápián veszel részt? Különféle foglalkozásokon, foglalkozáson, kreatív foglalkozáson, ahol kézügyességgel folynak ugye a dolgok, akkor áhítaton is részt veszünk, ahol áldást adunk az Istennek vannak szóval szabad foglalkozásokat, például elbírjuk magunkat foglalni, kimegyünk focizni, meg ez az amaz. Tehát nem unod azért magad, ugye? Nem, egyáltalán nem teljesen jól el vagyok itt. Jó a közösség is, jól kijövök a közösséggel, és el tudok beszélgetni a társasággal is, úgyhogy teljes mértékben jól érzem itt magamat. Szeretném megkérdezni, hogy, hogy az a férfi, aki téged, nem ő az apukád. Nem ő a nagybátyám, konkrétan nem. apámnak az unoka testvére is. Ő is mondta, hogy itt jobb helyem lesz, mert itt legalább le tudok szokni a kábítószerekről, és azért is kísérte engem ide, hogy jöjjek be. Ő itt volt egy ideig az intézetben. Igen, ő itt volt elvileg, a minden igaz, öt évet. De ebbe már nem csak mint hát, kezelt beteg, hanem portás is volt, meg hát egyéb. Volt portás is, igen, meg mellette. Még Rengeteg minden is. dolgozott, mosodába, meg igen. nem tudom, hogy pékségbe is elvileg igen. dolgozott. Igen. Nagyon jó, hogy ő neki sikerült. Akkor biztosan, hogy neked is. Igen, én is abban reménykedek, hogy nekem is sikerülni fog, de úgy látom, hogy fog, és mindent megteszek érte, hogy sikerüljen is. Még mellette szeretném itt én is ezt a pék szakmát, amit le lehet tenni, ezt le szeretném tenni, hogy legyen valami szakmám, mert nyolc általánosan nem fogok tudni elhelyezkedni Igen, sehol. Igen, ez, ez nagyon fontos egy szenvedélybeteg életében, hogy, hogy szakmája legyen, mert ha nincs, akkor elküldik. Azt mondják, hogy van jó. Persze. Mindegy. Meg ugye szeretném is letenni ezt a karosszérilakatos, meg fényező szakmát. ahhoz is kellett Igen. egy olyan iskolai Igen. végzettség, amivel legalább Igen. jó vég... Igen. végzettségem van, és jól tanultam, és hogy fölvegyenek egyáltalán abban az iskolában. engem. Azért Igen. is jó, hogy itt le tudom tenni ezt a Pék szakmát, mert itt jó eredményekkel megpróbálom letenni, és akkor talán sikerülni fogad, és amit el szeretnék érni utána. Még annyit, hogy hogy mi a véleményed a hitről? Hát én hiszek Istenben, mert biztos, hogy segít rajtunk, és valaki ezt az egész világot megteremtette. Én úgy gondolom, hogy a hit az jó dolog. Laci, nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, főleg, hogy ilyen őszintén beszéltél magadról, megdöbbentő, hogy milyen nehéz útat tettél meg, de sikerülni fog és nagyon sok erőt kívánok neked, és köszönöm, hogy eljöttél ide a stúdióba. Én köszönöm, és nagyon szépen köszönöm azt is, hogy itt lehettem.